Sziasztok! Ez a zenéről pár percben mai adása, én Tóth László vagyok. Ebben a filmben a magyar népzenéről és Bartók Béla hegedű duóiról mesélünk nektek. A vendégeim pedig ifjabb Horváth Károly népzenész és Jakobovics Árpád hegedűművész. Sziasztok! Sziasztok! Bartók Béla 44 hegedű duót is komponált. Kinek írta ezeket a műveket? Milyen célból alkotta meg őket? Bartók ezeket a darabokat fiataloknak írta, abból a célból, hogy egyrészt technikai célból, másrészt, hogy a parasztdalomokat feldolgozza. Egy felső szólam játssza a parasztdalomot magát, és az alsó szólam a kíséretét. Olyan ez a sorozat, mint amilyen például a Gyermekeknek című zongora sorozat, vagy a Mikrokozmosznak a 6 kötetet. Tehát népdalokat dolgoz benne fel Bartók. Hogy gyűjtötte Bartók ezeket a népdalokat? Hát tulajdonképpen pontosan falvakra, előadókról is eljuthatnánk, mert ezek tulajdonképpen pont konkrét helyszínek, de az egész Kárpát-medencének a itt élő nemzetiségei, nemzetei, dalmait halljuk benne, szlovákoktól elkezdve a felsőéregi Tolna megyei daltól, a román dalokon keresztül. Tehát tulajdonképpen egy nagyon szép, egységes kárpát-medencei zenei, népzenei gyűjtés eredményez. Bartók ezeket parasztdaloknak hívta. Mit jelent tulajdonképpen? Mi az a parasztzene? Hát ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor Bartók már akkor azt mondta, hogy van egy városi zene, és van egy falusi zene. És a falusi zenét hívta parasztzenének, ami annyit jelent, hogy az a társadalmi réteg évszázadokon keresztül, évezredeken keresztül későbbi kutatások kiderítették, nagyon nagy értékeket hordozott, és ez számára is egy nagyon nagy kuriózum volt. Akkor most fogadjátok szeretettel az Aki szép lányt akar venni szövegkezdetű népdalt, majd a második füzetből a Katonaindulót, közreműködik Gaucer Barbara hegedűművésznő. Hogyan zajlottak ezek a gyűjtések?
Hát, mivel magam is gyűjtöttem, és gyűjtök is jelen pillanatban még népdalokat, tényleg nagyon élményszerű dolgokat tudnék mesélni, de Bartók idejében azért itt egy elég nagy időtávlat van, tehát mondjuk 1800-as évek végét, 1900-as évek elejét írjuk, akkoriban szekéren, nem ilyen felvevőkkel, mint amit ma már bárki használ. Még nem volt hangrögzítési lehetőség. Mire vette fel Bartók a népdalokat? Hát tudjuk jól, hogy 1896-ban Vikár Béla már egy fonográf hengerrel járta a falvakat, és Bartók is ezt használta, amit felraktak egy szekére, nagyon nagy méretű volt. Oda mentek a faluba, az adott házhoz. Hát persze nagyon furcsán fogadták őket. Mert nem nagyon szerették a városi embert akkor. Nem nagyon szerették a városi embert. Azt gondolták, hogy valami adóhatóságtól jöttek. Több ízben előfordult, hogy ilyen rossz szemmel nézték őket, de azt, amikor kiderült, hogy milyen szép értékekre kíváncsiak, akkor nagyon szívesen megnyíltak. Elsősorban, ha jól emlékszem, az idősebb emberek énekeltek. Ilyen. Így van, hiszen Bartók is észrevette, hiszen már a gyűjtései kezdetén felfigyelt arra, hogy az idős generáció olyan régmúlt idők dallamait is ismeri, amelyet nyilván a fiatalabbak még nem, és ez számára nagyon nagy értéket jelentett. És miért gyűjtötte Bartók ezeket a népdalokat? Hogyan szerette volna ezt feldolgozni a saját zenéjében? Bartóknak szívügye volt, hogy egy nagyon erős, magyaros jellegű zenét ő is írjon, és a zenébe felhasználjon eredeti dallamokat is, tehát komponált is saját magyaros parasztzene ihletésű dallamokból zenet számokat. Ugyanakkor az eredeti dallamokat is szívesen dolgozta fel. Akkor most fogadjátok szeretettel a Napom, Napom szövegkezdetű népdalt, majd pedig a harmadik füzetből a Rutén kolomeikát. Miért dolgozza fel Bartók ezeket a parasztdalokat? Hát azt a közeget, amiben gyűjtötte őket, ugye nehéz lenne a közönséget odavinni, ezért ezek az emberek, mármint az idős emberek is nehezen voltak rászedhetők arra, hogy ezekben a koncerttermekben megjelenjenek. És Bartók amúgy is szerette volna ezt az egész gyűjtést egy kicsit a színpadiassá tenni, föltenni a színpadra, hogy így sokkal könnyebben befogadhatóbbá váljon a közönség számára. És hogyan dolgozza fel Bartók a parasztdalokat? Hát az ő saját szavai szerint a parasztdalnak meg kell maradni eredeti formájában, a kíséret pedig csak az elvesztett mezőt és falut pótolja. Akkor végül pedig fogadjátok szeretettel
a Kicsi Kondás szövegkezdetű népdalt, majd a harmadik füzetből a Máramarosi táncot. Itt se szűröm, itt se baltám, hadd menjek anyájam után. Ha tetszett az előadás, lájkoljátok a Városi Hangverseny és Kiállítóterem Facebook oldalát, kövessétek a YouTube csatornánkat, és megtaláltok bennünket az Instagramon is.